Ez a kis tábla Berlin-Neukölln negyedében az egyetlen látható emlékmű Németországban, a Namíbiában elkövetett erőszakcselekményekről. Most Heiko Maas külügyminiszter bejelentette, hogy Németország végre népirtásnak ismeri el a rémtetteket. 1,1 milliárd euró fejlesztési támogatást adnak Namíbiának, kifejezetten a Herero és a Namak közösségnek. 1904 és 1908 között a német birodalmi hadsereg az akkori német Délnyugat-Afrika gyarmaton erőszakkal verte le a Nama és a Herero népcsoportok felkeléseit, és a sivatagba kényszerítette őket. Több tízezer Hererót és Namát lőttek le, éheztettek vagy kínoztak halálra a német katonák. A becslések szerint a Herero nép háromnegyede és a Nama nép fele megsemmisült. Egy teljes évszázad kellett ahhoz, hogy egy német politikus egyáltalán elismerje, hogy ez megtörtént. Kérem, bocsássák meg a jogsértéseinket és a bűneinket. De az akkori német kormány visszakozott, mondván a miniszter magánemberként beszélt. A Herero és Nama csoportok időről időre hivatalos bocsánatkérést és pénzügyi jóvátételt követeltek a német kormánytól a 20. század első népirtásáért, ahogy a történészek nevezik. Németország ragaszkodott ahhoz, hogy a megbékélésről a namíbiai kormánnyal egyeztessen, nem pedig az áldozatok leszármazottaival. Németország még épp csak elkezdett leszámolni gyarmati múltjával, de ezzel az egyességgel tettek egy lépést ebbe az irányba.